Sziasztok, srácok! Hogy tetszett a film? Nagyon-nagyon jó volt, beleértük magunkat minden másodpercével. Nagyon jó volt a film egyébként, nem is filmként tekintettem rá, nyilván egy picit szakmai szemmel is belenézve, hiszen már évek óta rendezünk break versenyeket. Nagyon-nagyon régóta járunk ilyen bulikra, nagyon sok break versenyt végignéztük, és nagyon tetszett egyébként, hogy rengeteg ismerős van, rengeteg breakes haverunk itt volt. Tetszett ez a kis, igen, a filmben ismertünk mindenkit, tetszett ez a kis flashmob is, ami közben volt, úgyhogy abszolút elvarázsolt ez az egész közeg, ami itt volt. Ez egy nagyon jó film. Szórakoztató is, de egyébként szól a 30-as generációnak is, és szól a mostani 10-éves generációnak is. És az a tökéletes, hogy egyébként egy ilyen hip-hop történelem óra. Tehát, hogyha valaki úgy ült be, hogy fogalma sincs a breakről, egyrészt kap egy nagyon jó látványt, másrészt pedig egy olyan tudásanyagot, amit nem biztos, hogy felszedett volna máshonnan. A film hibátlanul meg volt csinálva, tényleg a táncosok is, a jelenetek, a vágások, úgyhogy le a kalappa. Nagyon sok ilyen táncos film volt, ezt tetszett ideig a legjobban nektek? Én olyan sokat nem láttam, viszont itt maga a karakterek is teljesen jók voltak, tehát mind az edző, mind a kis segédje, a kis 23 éves csávó, aki ugye a végén már megkapta a sípot, és annyi ilyen kis finom gesztus volt a filmben, amellett, hogy baromi jó mozdulatokat láthattunk, hogy én azt gondolom, hogy egy elég kerek képet adott a dologról. Persze azért az amerikai köntös ez megvolt, ez az egész millió, amiben bele van ágyazva, viszont a Battle of the Air tényleg egy nagyon-nagyon régi táncverseny. Emlékszem, hogy egy csomó a magyarok jártak ki erre a versenyre, és nézték, hogy mi a pálya volt, azért magyar világbajnokok is így itt a 90-es években. Többi táncos filmhez képest ugye, ahol ilyen hip-hop táncokat táncolnak, ott mindig azért sokkal több érzelem van, itt meg rámentek a tényekre. Tehát itt nem kellett tanítani őket, nem volt annyi gyakorlás, egyszerűen mindenki tudja a dolgát, itt egy csapatot kellett összeállítani, és nagyon jó az üzenet, ugye, hogy csapatban lehet a legjobban működni. A másik pedig bemutatni ténylegesen, hogy hogy zajlik egy ilyen verseny, illetve hogy áll össze a hip-hop legnagyobb versenye és a legnagyobb ünnepe, a legnagyobb világbajnoksága, a Battle of the Year. És én azt gondolom, hogy tök jó volt így belenézni ebbe a kulisszák mögé kicsit így a film premier előtt, úgyhogy vagány volt, nagyon ajánlom mindenkinek, és pont amiatt, hogy szerintem nagy közönség felé is azért meg lehet szeretetni, illetve meg lehet mutatni ezt a szubkultúrát, ami azért most már eléggé sokan ismerik, de még nem elegen, és remélhetőleg a filmtől viszont többen felkapják a fejüket, és irány a terembe, föl a cipőt, aztán mehet a tánc. Oh yeah! Ha lesz folytatása, megnézitek azt is? Biztos vagyok benne, hogy elvünk, mert olyan izgalomba estünk a végére, hogy egyszerűen én már be is könnyeztem, ahogy mondtam az előbb is a többieknek. Tök jó volt, úgyhogy biztos, hogy megnézzük a következő részt is. Főleg, ha kapunk ilyen meghívót és ingyen eljöhetünk, akkor meg aztán végképp.